Törökország, Anatólia csodái címmel szeretnék egy bemutatót tartani. Memfai György fotóművész, a Pécsi Egyetem Földrajzi Intézetének egykori munkatársa mutatta be törökországi fotóit. A helyszínek jelentőségéről, az anatóliai élményeiről is beszélt a fotográfus a Pécsbányai Kulturális Házban. Ezzel a programmal indult a Gesztenyeliget Fesztivál péntek délután. A Gesztenyeliget Fesztiválnak hagyománya van Pécsbányán, hiszen az idei a 2024-es már a 8. lesz. Úgy tűnik, hogy ragaszkodunk mi ehhez, a Pécsbányai Közösségi Ház csapata, melyet ugye a Pécsbányai Kulturális Egyesület tart fenn, és lát-e motivációval, lelkesedéssel. Sok önkéntes van körülöttünk, és sok rajongó, hogy így mondjam, egészen a legkisebbektől egészen az idősebb generációig. Ezért, amikor a fesztivált elkezdtük szervezni, igyekeztünk mindegyik generációra gondolni. A családi nap a nagyon sokféle színes programot foglal majd magába. A szervezők ragaszkodnak olyan alapelvekhez, amik megjelennek a fesztiválokon, mondja Bogárdi Alisz. Egy egyesület élete akkor igazán fókuszált, és akkor tudunk egyről kettőre jutni, hogyha vannak elveink. Nekünk is vannak ilyenek, itt vagyunk ugye az északkeleti végén Pécsnek, itt mellettünk már az erdő, az átelemben az ősgesztenyés, tehát teljesen természetes, hogy nekünk ez az egyik legfontosabb. Tehát természetvédelem, környezettudatosság, és ugye Pécsbánya nehéz történetéből is adódik az, hogy meg kell ragadnunk azokat az értékeket, amik továbbra is rendelkezésre állnak, a bányák bezárása után is, ezek mentén kell építgetni a jövőt, de hát persze ezt egyedül nem tudjuk, úgyhogy nagyon-nagyon számítunk az úgynevezett mai divatos kifejezéssel élve társadalmi bázisunkra. Ez is több korosztálytól áll föl. Fiatal és idősebb önkéntesek segítik a kétnapos fesztivál lebonyolítását. A programok között zenei és színházi előadások, beszélgetések, találkozók vannak. A gyerekektől a legidősebbekig mindenkire gondoltak a szombati családi nap megszervezésénél.